Ebben a mostani videóban a hosszú ideje fennálló fülzúgás kialakulásának mechanizmusát fogjuk megnézni, és azokat a megoldásokat, amelyek segítségével ténylegesen javulást érhetünk el. Szeretettel köszöntök mindenkit! Nekem is évekig zúgott a fülem, már azonban szinte teljesen megszűnt. Ezen a téren rengeteget kutattam a megoldások után. Ezeket most fel fogom vázolni ebben a videóban, és bízom benne, hogy neked is fog segíteni. A fülzúgás, a fülsistergés, a túlpörgött agy kompenzációja, reakciója a túlzott pörgésre. Nem a füle van a probléma, hanem az idegrendszerrel. Tehát túl sokat gondolkodunk, intenzíven, közben keveset alszunk, túl sokat ingereljük az agyunkat, koffeinnel, egyebekkel. Fehérje és aminosav szinten ez GABA, azaz gamma amino vajsav csökkenést és glutamát növekedést jelent. A fülzúgásos betegeknek az átlaghoz képest mindig alacsonyabb a GABA szintje és magas a glutamát szintje. A GABA a központi idegrendszer nyugtatásában és lassításában vesz részt, míg a glutamát a gyorsulásban, a gyorsításban. Így gondolhatnánk egyből arra, hogy hát akkor meg is van a megoldás, gabát kell pótolni étrendkiegészítőkkel. Sajnos ez nem megoldás, mert az étrendkiegészítővel bevitt gaba nem tud áthatolni a véragygáton, tehát nem tudja kifejteni jótékony hatásait az agyban, így nem igazán tud hatni a fülzogásra. De van megoldás, vágjunk is akkor bele. A gabát közvetlenül tehát nem érdemes pótolni, mert nem fog hatni, helyette viszont a taurin az igen. A taurin segíti a gaba képződését is, a véragygáton is át tud hatolni. Tehát első lépésként kezdjünk el taurint szedni rendszeresen, lehet olyan készítmény is, amely más agytámogató anyagokat is tartalmaz, de a lényeg a taurin. A második kulcsfontosságú lépés az agyserkentők, az agyingerlők teljes kizárása, vagy jelentős mértékű csökkentése. Hiába szedünk bármit, ha közben az agyunkat továbbra is pörgetjük és ingereljük, például koffeinnel. Mindenkinek saját magának kell megtalálni, hogy melyek azok, amelyek túlzottan pörgetik az agyát. Most felsorolok egy párat. A koffein bármilyen formában, például a kávé, energiaital, tea. A kakaó bármilyen formában, például ugye a csokoládé. A túl sok cukor, a túl sok só, a szénsav, tehát a szénsavas italok, talán ezek a legfontosabbak. Már ezek kizárásával jelentős javulást tapasztalhatunk. A következő két kizárandó anyag a nátriumglutamát, ugye ott van a nevében a glutamát, és az aszpartán. A nátriumglutamát szinte minden ételcsoportban előfordulhat, mivel ízfokozóként használják, hogy finomabb legyen az, amit eszünk. A másik neve az élesztő kivonat. Mivel már elég sokan tudják, hogy ugye a nátriumglutamát hát nem túl jó, nem csak fülzúgás esetén, ezért sok termékre már az élesztő kivonat nevet írják rá, ami ugyanaz. Itt ne csak a bolti, de az éttermi ételekre is gondoljunk, azon belül főként a gyors éttermi ételek és az ázsiai ételek vannak tele vele. Az aszpartámot főként az üdítő italokba teszik bele édesítőszerként, de előfordulhat más low carb ételekben is. Mind a nátriumglutamát, mind az aszpartám növelik a glutamát szintet, így pörgetik az agyat, végeredményben erősítik a fülzúgást. A következő fontos teendő az alvásunk rendbetétele, amennyiben gondok vannak vele. Ha keveset alszunk, mondjuk csak napi 4-5 órát, annak automatikusan azt lesz a következménye hosszú távon, hogy az agy nem tud lelassulni kellőképpen, tehát folyamatosan gyorsul, így megnő a fülzúgás esélye. Lényeges, hogy a napi gondjainkat, problémáinkat ne vigyük be az ágyba, mert ugye akkor még az is előfordulhat, hogy éjszaka alvás alatt is gondolkodunk rajta, tehát még éjjel, amikor alszunk, akkor is erősen aktív az agy. A rendszeres kikapcsolódás, kiszakadás a hétköznapi folyamatokból elengedhetetlen. A napi meditációk és egyéb relaxációs technikák egy idő után már nem megoldások, nem elegendők. Fülzúgásnál már hosszabb, többnapos, teljes kikapcsolódásokra van szükség. És van pár táplálékkiegészítőben előforduló, főként fehérje, amely vagy sok glutamátot tartalmaz, vagy növeli valamilyen módon a glutamát szintet. A hidrolizált fehérje, a texturált fehérje, a kalcium kazeinát, a tejsavó fehérje és a szójafehérje izolátum. Ez utóbbi, tehát a szójafehérjét beleteszik húskészítményekbe és egyes vegán ételekbe is. És végezetül a legfontosabb lépés a gondolkodásunk megváltoztatása. Munkamánián, a saját magunk túlhajtásán, az aggodalmakon, a folyamatos agyaláson semmilyen étel vagy ital nem segített, ezt csak saját belső elhatározásunkon keresztül változtathatjuk meg mi magunk. Az előbb felsoroltak felszámolása azért is elengedhetetlen, mert amíg azt gondoljuk, hogy ugye folyamatosan dolgozunk, agyalunk, hajtanunk kell,
Fel sem merül bennünk, hogy esetleg kikapcsolódni is kéne valamikor. Márpedig, ha fülzúgásunk van, akkor a fő kulcs szó a kikapcsolódás. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!